Köszöntöm az esti mérleg nézőit, majd nagyon izgalmas témát hoztam önöknek. Kisorsolták a 10. fehérvári versőnep mentorait hétfő délután. A Vörösmarty Színház művészei segítenek a döntőbe jutott versenyzőknek a felkészülésben. A kezdeményezés egy nagyon izgalmas és népszerű része a programnak. Kíváncsian érkeztek a versenyzők hétfő délután a Vörösmarty Színházba, hiszen elérkezett a várva várt mentorsorsolás. 10 művész készíti fel a 12 versenyzőt az áprilisi végső megmérettetésre. Kis Diana Magdolna, Ráski Gergő mentora lesz. Még nem voltam mentor, illetve az Atlantis programban voltam, ugye ezt megelőzően a Comenius iskolának a mentor, úgyhogy ez a második ilyen mentor programom. Ott egy csapattal foglalkoztam, most viszont egy embernek az útját kell egyengetni, úgyhogy remélem, hogy helyt tudok állni, és megfelelő instrukciókkal tudom segíteni majd Gergőt a versőnnepen. Diana izgatottan áll a feladat elé, hiszen, mint mondja, minden napokban prózával foglalkozik. Színész vagyok ugyan, de nem sűrűn foglalkozom versmondással, mert valahogy ma már annyira nem szokás verset mondani egy színésznek, vagy hát nem tudom, hogy ez hogy van, de ugye annyira lefoglalja az időnket egy színdarab, vagy bármilyen más projektnek az elkészítése, hogy a verserésre már kevés időnk marad. És amikor például a Magyar Kultúra napja volt, és mindenkinek kellett készülni egy verssel, akkor bizony én gyorsan a régi verseimhez nyúltam még felvételi idejéből, hogy és onnan előkaptam egyet, amit tudok kívülről, és azt hoztam, mert egy verset megtanulni és a magadévá tenni az egy nagyon hosszú folyamat. Mint kiderült, Gergő egyik nagy kedvence a színésznő meglepetésre, pont ő készíti fel a döntőre. Borzasztóan örülök, láttam a színésznőt egy darabban, és rettentően tetszett, és tényleg nagyon örülök, hogy őt kaptam. Most már lassan itt van április 6-a. Izgatottan várod a döntőt? Természetesen most már kezdek kicsit izgulni, mivel most volt az első alkalom, hogy sikerült bejutnom, és természetesen nagyon örültem, de egyben egy hatalmas megmérkőztetés is lesz, és nagyon erős a mezőny. Most már megvan a végleges versed, és hogy készülsz? Már megvan a végleges versem, igen, és egy korábbi versemet mondom, amit már tudok, hát a színésznő majd fog segíteni. 12 döntős versenyez majd április 6-án, mindenki egy verssel készül. Csukás István, Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Istenke, vedd térdedre édesanyámat. Ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt. Ki adtál életet, adj neki most álmot. Babics Mihály, mi atyánk, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben. Rád tekint árva világod. A te neved megszenteltessék, a te legszebb neved. Bella István, válasz nélkül. Milyenek mond a földi itatósok, a föld bogár gyökérágyás milyen, és az erecskék, hol tested fölszívódott. Levegő vagy, kék gyöngy a semmiben, elszelidültél, és most azért nem haragszol. Csak fekszel némán a föld alatti vackon, ami megilletett 40 évre. Lackfi János, a hajlékkészítés zsoltára. Uram, mi a te híveid roppant rendes gyerekek vagyunk ám. Lehozunk téged az égből, bebugyolálunk öblítő illatú ruhácskákba, megédesítjük a papit is, amivel megetettünk, nehogy elcsapd a kis haskódat. Csinálunk neked babaházat, elnevezzük templomnak.
Ott majd minden habos márvány lesz, meg csipicsupa aranyozás. Gida Jenő, Psalmus Hungaricus. Vagy félezárnyi dalt megírtam, s e szót, magyar, még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Ó, mély hályok borult szememre, hogy meg nem láttalak, te elhagyott, te bús, kopár sziget, magyar sziget a népek óceánján. Pilinszky János, francia fogoly. Csak azt feledném, azt a franciát, kit hajnal fele a szállásunk előtt a hátsó udvar sűrűjében láttam lopodzani, hogy szinte földben nőtt. Körülkutatva éppen visszanézett, s hogy végre biztos rejteket talált, övé lehet a zsákmánya egészen. Akármi lesz is, nem mozdul adább. Radnóti Miklós, à la recherche. Régi szelíd esték, ti is emlékké nem esettek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal. Hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? József Attila, amit szívedbe rejtesz, amit szívedbe rejtesz, szemednek tárt ki azt. Amit szemeddel sejtesz, szíveddel várt ki azt. A szerelembe, mondják, belehal, aki él, de úgy kell a boldogság, mint egy falat kenyér. Az emberek. Hallgassatok! Ne szóljon a dal. Most a világ beszél. S megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könyvzápor, melyet bánat hajt. Szél, melyet ember szív sohajt. Markó Béla. Ajakkerekítés. Honnan is tudhatnátok, hogy igazából melyik a legszebb magyar szó? Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír, Kosztolányi Dezső listája. Kányádi Sándor, fekete-piros. Leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári malomárok és telefonpalota közti járdaszegletről az 1960-as, 70-es esztendőkben csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután. Amikor kimenős a lány, fekete-piros, fekete táncot jár a járdaszeglete. Radnóti Miklós. Sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok, rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár,
Vigyázz rám, s megvéd, ha kell a bajban. Valóban egy igazi kis mozgalommá érett most már a versünnep, köszönhetően természetesen külön Varga Sándornak, aki biztos vagyok benne, hogy most odafentről néz bennünket, és megállapítja, hogy érdemes volt annak idén az ötlettel előállni, és ezt az egész kis mozgalmat elindítani. Köszönet a Médiacentrumnak, akiknek a munkatársai évről évre megszervezik, megrendezik, közvetítik nekünk ezt az alkalmat, és nekik köszönhető az is, hogy nem csak azok részesülhetnek ebben, akik most itt vannak, hanem akik majd a televízión keresztül meg fogják ezt nézni, meg fogják tekinteni. Engedjék meg, hogy külön megköszönjem a zsűrinek azt, hogy évről évre itt vannak velünk, hogy nagyon széles spektrumból világítják meg nekünk magát az előadást, de amit én inkább észre szoktam venni, hogy azzal a fantasztikus szeretettel, segítőkészséggel és barátsággal fordulnak a fiatalokhoz, amiről igazán ez a mozgalom szól, hiszen ez elsősorban nem egy verseny, hanem inkább egy lehetőség a fiatalok számára, hogy megmutathassák magukat, hogy versválasztásokon keresztül üzenhessenek, és hogy utána aztán akár a verstáborban, akár a város különböző rendezvényein, ünnepségein itt legyenek velünk, és formálják már a közösséget, a közösségünket. Engedjék meg, hogy megköszönjem azoknak a művészeknek, akik csak hogy most itt vannak velünk, hanem akik az elmúlt napokban segítették, támogatták a fiatalokat, adtak tanácsot, javaslatot, de biztos vagyok benne, hogy elsősorban biztatást és kedves mosolyt, amivel ők most egy kicsit bátrabban tudnak idejönni. Köszönöm az iskoláknak, intézményeknek, köszönöm szépen a tanároknak, akik felkészítették, segítették ezeket a fiatalokat az elmúlt években, vagy bátorították, hogy azt a bizonyos jelentkezési lapot érdemes kitölteni és benyújtani. Szurkoljunk nekik, de ne csak ma, hanem lehetőségként adjuk meg nekik azt a bizalmat, amivel ők állnak a világ elé, és nekünk egy dolgunk van, hogy a kereteket megadjuk, hogy a tehetségüket meg tudják mutatni. Ezt ma itt megtehetik, de nem szólhat ez csak a mai napról, hanem hosszú-hosszú évekről is, hiszen most is itt vannak olyan versünnepesek, akik korábban voltak ezen a dobogón, ezen a színpadon, őket külön köszöntöm, és szerintem ők is meg tudják erősíteni, hogy egy-egy ilyen alkalom mekkora lökést és segítséget, támogatást tud nekik adni. Adjuk meg most ennek a 12 fiatalnak, biztassuk őket, és még egyszer, ne csak ma, hanem a következő napokban, hónapokban, években is, bízva abba, hogy minél többen itt maradnak közülük velünk Székesfehérváron ezt a közösséget erősíteni. Kereken 10 éve tartja lázban az irodalomkedvelőket a versünnep, a programban idén is számíthatunk újdonságokra. Én azt gondolom, most már egy jól kidolgozott forgatókönyv mentén halad a fehérvári versünnep, már 10. esztendeje. Az elmúlt években ugye egy nagyon népszerű mentorprogrammal csatlakozott a tehetséggondozó programhoz a Vörös Marti Színház, és hát a színművészek segítik a gyerekek felkészülését, a 12 döntősnek a felkészülését, hogy aztán áprilisban majd az ő szakavatott tanácsai mentén lépjenek a színpadra. Az szokott lenni a tapasztalat, hogy ez minden évben nagyon népszerű és nagyon sok segítséget nyújtó program, nagyon-nagyon hasznos tanácsokat kapnak a gyerekek, hogy egy-egy verset hogyan érdemes feldolgozni, mire érdemes odafigyelni, és ez tényleg most már egy 5-6 éve nagyon népszerű része a fehérvári versünnep tehetséggondozó programjának. Ugye most már az is néhány éve helyszín, vagy megszokott helyszín, hogy a Városháza dísztermében rendezzük meg a döntő fordulóját ennek a programnak, ez az idei esztendőben is így lesz. Ami esetleg újdonság, május 17-én majd szervezünk egy gála műsort, ahol az elmúlt 10 évadnak a döntősei, résztvevői készülnek majd ünnepi műsorral, de hát ez ugye a döntő utáni nagy lépés. Én azt gondolom, hogy most mindenki nekiáll és közösen készül a megmérettetésre, hogy aztán április 6-án a legjobb tudása szerint lépjen a zsűri elé, akinek szintén már mondhatom, hogy a tagjai minden évben hagyományosan most már ugyanaz a szakmai grémium adja, Kubik Anna elnökletével, ott van az Egyházmegye képviseletében Tornyai Gábor, a Vörös Marti Színházat Závodszky Noémi, a Médiacentrumot Vakler Lajos újságíró kollégán képviseli, a Vörös Marti Társaságtól pedig Bobori Zoltán segíti majd a gyerekeknek a felkészülését, és hát jó tanácsokkal látják el őket. Felkészülése tehát csupán 3 hetük maradt a versenyzőknek. Április 6-án eldől, hogy ki nyeri a jubileumi, vagyis a 10. fehérvári versünnepet. Reméljük velünk tartanak akkor is.
Szurkoljunk együtt a Városháza dísztermében a fiatal tehetségeknek. Viszontlátásra!